Ferenc pápa délelőtt a római Szentpéter téren tartott misét, majd hagyományosan Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és a világra. A Szentatya felemelte szavát az ukrajnai háború ellen, és arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy segítsenek véget vetni a konfliktusnak és a többi vérontásnak is a világban. Ezernyi gyertya lángja világította meg a vatikáni Szentpéter bazilikát nagyszombat estéjén a húsvéti virrasztás kezdetén. A vigíliát Ferenc pápa vezette, akit kerekesszékben segítettek az oltárhoz. Homíliájában Ferenc pápa arról beszélt, hogy korrupt világunk olykor elcsüggeszti az embert, ugyanakkor Krisztus feltámadása arra tanít minket, hogy felülemelkedjünk félelmeinken. Húsvét ereje ma arra hív, hogy elhengerítsük a csalódások és a bizalmatlanság szikláit. Az Úr meg akarja világítani legszebb emléketeket, azt akarja, hogy újra átéljétek a vele való első találkozásotokat, bíztatta a hallgatóságot az egyházfő. A nagyszombati virrasztást vasárnap szerte a világon ünneplés váltotta fel. A Fülöp-szigeteki Antipolóban már kora hajnalban látványos szabadtéri előadással emlékeztek meg Jézus Krisztus feltámadásáról. A darab tetőpontján egy angyaljelmezbe öltözött gyermek a magasból leemelte a gyászleplet Szűz Mária szobráról. Ázsia egyetlen római katolikus többségi országában nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a bibliai jeleneteket közelebb hozzák az emberekhez. Ez a hagyományunk azt szimbolizálja, ahogy Jézus a feltámadása után először találkozott az anyjával. Az áldott szűzzel együtt ünnepeljük mi is a feltámadást, mondta a székesegyház rektora, aki maga is részt vett az előadás rendezésében. A dél-koreai fővárosban is nagyszabású fesztivált rendeztek húsvét vasárnap alkalmából. Bár a koreaiak többsége nem vallásos, az egyik szervező szerint most történelmi adósságot törlesztenek a lakosság harmadát kitevő keresztény hívők felé. A keresztény missziós munka története 140 évre nyúlik vissza Koreában, idáig semmilyen kulturális rendezvény nem volt a keresztények számára. Ezzel a fesztivállal akarjuk megünnepelni Jézus feltámadását, mondta a szervező tévétársaság vezetője. A horvát tengerparti Split városában a Szent Dominus székesegyházban mutattak be ünnepi misét. Az épületet egykor az utolsó római keresztényüldözést elrendelő Diocletianus császár síremlékeként emelték. A húsvét sokat jelent számomra, ez egy lelki megújulás. Az ember egész életében tanul és hisz, ez erőt ad nekem, mondta egy a misére érkező nő. Vasárnap délelőtt a Vatikánban is folytatódott a húsvéti ünneplés. A tavaszi virágokkal díszített Szentpéter téren hívők ezrei gyülekeztek, akiket a nagypéntekinél jóval enyhébb tavaszi időjárás fogadott. Ferenc pápa ezúttal is kerekesszékben érkezett meg az emelvényre, de saját maga celebrálta a szentmisét. A szertartást követően az úgynevezett pápa mobilon hajtott végig a hívők sorfala előtt. Ferenc pápa ezután a Szentpéter bazilika lodzsájáról mondta el húsvéti üzenetét, valamint a Rómához és a világhoz intézett apostoli áldását. A pápa felszólalt a Közel-Kelet békéjéért, aggodalmát fejezte ki az elmúlt napok erőszakos cselekedetei miatt. Ferenc pápa a világ fegyveres konfliktusait felsorolva felemelte szavát az ukrajnai háború ellen is. Nyisd meg a nemzetközi közösség szívét, törekedjenek arra, hogy véget vessenek ennek a háborúnak és minden vérontásnak a világunkban. Imádkozzunk mindazokért, akik elvesztették családtagjaikat és barátaikat, és azokért, akik hajléktalanná váltak. Kapjanak vigasztalást Istentől és segítséget a nemzetközi közösségtől, mondta Ferenc pápa. A pápa végül azt kérte a hívektől, siessenek a béke és a testvériség útjára lépni. Amen.